Köszöntöm Önöket, a következő fél órában a Völtség híreiből szemezgetünk, ez a Bonyhádi Napló. Általános iskolás diákoknak rendeztek pályaválasztási napot Bonyhádon, hogy így segítsék őket piacképes szakmákat választani. A rendezvényre megszervezésére a Tolna megyei foglalkoztatási paktum adott lehetőséget. A paktumot 2 éve azért hozták létre a szakemberek, hogy javítsanak a foglalkoztatási mutatókon Tolna megyében, hogy így reagáljanak az egyre szorítóbb munkaerőhiányra. Ez a tartós növekedés a gazdaságfejlesztés területén elkezdődött, és azóta is töretlen. Tolna megye gazdaságát jellemezte így a pénzügyminisztérium főosztályvezetője még október közepén. Tolna megye országosan is kiemelkedő területnek számít a munkanélküliség ellen tett intézkedéseket tekintve. Az országnak ezen a részén a munkaképes lakosságnak mindössze 2,2%-a nem dolgozik, míg például Borsodban ez a száma 8%-hoz közelít. A szakértő szerint a javuló mutatókhoz az olyan kezdeményezések is hozzájárultak, mint a Tolna megyei foglalkoztatási paktum. A paktumot a megyei önkormányzat vezetésével 2 éve hozták létre. Mostanra 30 tagja van a szövetségnek. Az alapítók mellett a kormányhivatal, önkormányzatok, vállalkozások fogtak össze, hogy javítsanak a foglalkoztatási mutatókon, hogy így reagáljanak az egyre szorítóbb munkaerőhiányra. Úgy látjuk, hogy a munkáltatóknak is most már igazodnia kell az igényekhez, a munkavállaló igényekhez, és jól látható az a trend, hogy a egyes munkáltatók ezt felismerték, és már minap, hogyha valaki nyitott szemmel jár és hallgatja a híreket, akkor láthatja és hallhatja, hogy van már olyan kereskedelmi áruházlánc, aki foglalkoztat már részmunkaidőbe embereket, és egy vagy két órára is van lehetőség a munkavállalónak másodállásban munkát vállalni. Éppen ezért mérsékelve ezáltal a munkaerőhiányt, és bevonva azokat az embereket, akik további foglalkoztatásba vállalkoznak. A munkáltatók tehát mostanra felmérték, hogy engedményeket kell tenniük a munkavállalóik felé azért, hogy meg tudják tartani őket. A munkaerőpiacon mostanra egyféle verseny alakult ki, aminek a munkavállalók a legnagyobb nyertesei. Fontos viszont a jövőre is gondolni, ezért szerveztek most a paktum alapítói pályaorientációs napot általános iskolás diákoknak a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Ez a fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 1,225 millió forintos támogatással. A programnak az alapvető megyei célja az, hogy a megye gazdaságának fejlesztése, foglalkoztatásának, foglalkoztatottságának növelése, életszínvonalának növelése. Ugye ez a nagy keretcél. Ezen belül, ami igazán a projekt feladata, hogy megyei szintű feladatokat határoz meg, úgy, mint a munkaerő hatékonyságának növelése, minőségének javítása, a munkaerő piaci hátrányának csökkentése, és természetesen a munkanélküliek minél egyöbb foglalkoztatási rendszerbe vonása. És itt most átjövünk tulajdonképpen a mai foglalkoztatási vagy pályaorientációs fórum felé, ugyanis a feladatok között szerepel azt, hogy a munkaerő olyan tudással történő ellátásához segítése, amely a mai munkaerőpiacon, a változó világban az egyre növekvő igényeknek megfelelően olyan humán munkaerővel látja el a vállalkozásokat, amelyek számukra a mai kihívások mellett megfelelnek. Ugye a röviden elmondottakból kiderül, fontos viszont a jövőre is gondolni, ezért szerveztek most a paktum alapítói pályaorientációs napot általános iskolás diákoknak a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Vagyis a program célja az volt, hogy a diákoknak már most a középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt segítsenek olyan szakmákat választani, amiknek a birtokában könnyen tudnak majd munkát vállalni. Tudjuk, hogy egy meglévő állapot javítása mindig nehezebb, költségesebb, mint egy bizonyos szituációra fölkészülni. Tehát azért ennek a paktum projektnek a része az is, hogy az oktatás során, tehát már nem csak végzetteket, tehát 18 éven felülket részesítünk és segítünk ezekkel a partnerekkel különböző szakmákhoz és oktatással olyan pályákhoz alkalmazkodni, amelyek most éppen keresettek a munkaerőpiacon, hanem már most alapvetően a 8-osokat arra orientálódni, hiszen ők akkor már készen érkeznek a munkaerőpiacra,
hogy ne egymást meghallgatva, kvázi úgynevezett divatszakmákat választva döntsenek, hiszen ez egy meghatározó döntésük az életüknek, itt 14 éves korban, 8. után meghatározhatja hosszú távra az életük és pályájukat, hogy most úgy döntsenek, amiben próbálunk segítséget nyújtani, olyan szakma felé induljanak el, ami egyrészt tetszik nekik, nyilván, hogy egy olyant sokkal jobban motiváltak lesznek ezt végezni, illetve tudósítani velük, hogy melyek azok a szakmák, amelyek a munkaerőpiacon keresettek, hosszú távon kifizetődőek, és ebben ugye partnerek a konzorciumi tagjaink is. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumra 2020-ig több mint 1 milliárd 200 millió forintot fordíthatnak a projektgazdák. Iskolájuk névadójára, az 1848-49-es Magyar Szabadságharc Honvéd tábornokára emlékeztek Bonyhádon a helyi Percelmór szakképző iskola diákjai pénteken reggel. A Kálvária dombnál található Percel síroknál a tanulók felidézték az egykori katonai vezető és lovag életútját, majd nemzeti színű szalagot kötöttek Percelmór sírjának kerítésére. A hagyományoknak megfelelően koszorúzással kezdődött a névadó tiszteletére rendezett nap programsorozata a Szekszárdi SC Percelmór szakképző iskolájában. Mint minden évben, most is a Percel sírkerthez vonultak ki a diákok, ahol a megemlékezést is tartották. Én azt gondolom, hogy Percelmór életútja hűséget, kitartást és helytállást kér a mai fiataloktól, és minden embertől, minden korszaktól szerintem. Percelmór visszaemlékezéseiben írta, ami nemes érzéseket, fogékonyságot a jó és szép iránt, és kivált hazaszeretetet, szabad elvű hajlamokat belénk a természet ültetett, azokat gondosan ő fejtette, emelte és erősítette. Mai napon szokásosan bemutatkoznak az osztályok, tehát a 9-es osztályok és a 12-es osztályok, és ezen kívül ez egy kicsi titok, de a tanárok is készülnek egy ilyen meglepetés műsorra, egy tánccal. Dezső László Erdély a Kárpátok tündérkertje című négynyelvű fotóalbumot mutatták be Bonyhádon a közönségnek. A bemutató kapcsán a szerzővel Szabó Béla fotóművész beszélgetett. Dezső László saját kiadványát dedikálja a Solymár Imre Városi Könyvtárban. Erdély, a Kárpátok tündérkertje az utókornak örökíti meg Erdély érintetlen természeti részeit úgy, ahogyan azt a fotós Dezső László látja. Elmondása szerint már kisgyerekként csodálta azokat, akik egy gombnyomással megörökítették a legfontosabb családi eseményeket, mert ők azok, akik megállítják a pillanatot. A fotóssal Szabó Béla ugyancsak fotóművész beszélgetett a Solymár Imre Városi Könyvtárban a kötet bemutatója kapcsán. Így néz ki, mindenki magáévá tudja tenni, hogyha szeretné. Nagy munka. Ha jó, amikor beszélgettünk, akkor nagyjából több mint 15 évnyi munka van ebbe a 168 oldalba. Nekem az volt a szándékom, amikor ezt a könyvet megterveztem, hogy egy bakancs listát tárjak az elé, aki ezt végig fogja forgatni. Vagyis egy olyan tárházat, az erdélyi kincseknek, az erdélyi szépségeknek azt a tárházát, ahova mindenképp érdemes elmenni. Nos, hát ez, megvallom, ez nem nagyon sikerült, hiszen tavaly karácsonykor, amikor úgy gondoltam, hogy most már majdnem félig vagyok a könyv összeállításával, akkor már a közel 300 oldalnál tartottam, és még mindig rengeteg olyan hely volt, ami valami okból kifolyólag kimaradt, amit még mindig be kellett volna mutatni. És akkor nekifogtam, és azt még jobban összeszűkítve állt össze így ez a kiadvány, amely 168 oldal és 154 helyszínen készült fényképeket tartalmazni. Dezső László az első fényképét a középiskola utolsó évében készítette, egy akkor már elismert fotós barátja bátorítására. A természet fotózásban érzi igazán otthon magát, rengeteget jár a Kárpátok bércein, Erdély havasainak csodálatosan szép helyein, és a természetben szerzett élmények sokszorozódnak egy elcsípett jó fotóval. Van ennek a könyvnek egy előzménye, Gyilkostó, ami ezt a címet is, ami a Nagyhagymás hegység és környékét mutatja be.
ugye nagyon sok írásod van, ami legendákat, történeteket mesél el. Itt nem gondolkodtál azon, hogy ebbe a könyvbe is kellene ilyeneket tenni? Nem gondolkodtam egy pillanatig sem, az ember legyen a legenda benne, tehát ő írja minden képről, ő formálja meg, formázza meg a maga kis világát. Nagyon sokat gondolkodtam például azon is, hogy egyáltalán legyen-e benne képaláírás, amivel befolyásolnám a könyvet forgatót, a képeket nézegetőt. Aztán mégis úgy döntöttem, hogy igen, mert így be lehet vezetni azt, hogy igazából hol készültek és hová menjenek el azok a úgymond természetjárók, és mit keressenek. Nagyon gyorsan változik a világ, sajnos rombolás tárgyává válik, vagy teljesen eltűnik környezetünk minden részlete. Élet célja a fotósnak, hogy tehetségével, tudásával megmentse, ami még megmenthető. Célja megörökíteni az utókornak a múló hétköznapok pillanatait, a népszokásokat, az életképeket, és persze a természet változásait. Alig néhány hete mutatták be a Szexárd, ahol élünk című könyvet V.K.Polnás Mária szerkesztésében. A könyv most vándorútra indult és Bonyhádon is bemutatkozott. A szerkesztő véleménye szerint a könyv egyfajta módszertant kínál a helyi értékek feldolgozásához. A mindenki által csak Szexárd könyvek keresztelt alkotás nagy sikert adatott a szakma és a közönség köreiben is. Éppen ez lehetett az ok, hogy V.K.Polnás Mária szerkesztő ezúttal a Völgységmúzeumban is közkincsét tette, a megfogalmazása szerint a helyi értékek feldolgozásának módszertanaként is alkalmazható kiadványt. A szerkesztő egyébként gyakori vendég a Völgségmúzeumban. Több mint 30 éves kapcsolat fűz Bonyhádhoz, hiszen az előző állandó kiállítás egyik szülőanyja voltam. És azóta is folyamatosan készítek, vagy végzek kutatásokat Bonyhádról, illetve a Völgységről. Tehát rendszeresen meghívnak ide a Bonyházi Múzeumban, ezért mindig nagy örömmel jövök el. Azt gondolom, hogy a Szexárd könyv valóban elsősorban a szexárdiaknak jelent érdekességet, fontosságot, viszont módszertanilag szerintem egy olyan kötetről van szó, ami más városok elé is példát állíthat. Ugyanis ez elsősorban tankönyvnek készült ez a könyv, amihez munkafüzetet is készítettünk. Nem azt mondom, hogy olyan egyszerű lett a végére, mint egy tankönyv, de olyan nyelvezettel, ami olvasmányos, érdekes, felkelti az érdeklődők és az olvasók figyelmét, én azt gondolom sikerült ezt így megcsinálnunk, ezt a könyvet így megírni, és talán módszertan szempontjából fontos, hogy ezt itt megmutassuk. Ugyanakkor én ismerem a bonyhádiakat, akiket nem csak saját városuk, hanem a megyeszékhely, illetve más települések is érdekelnek. Talán a pedagógusok figyelmét is fel lehet erre hívni, hogy hogyan is lehetne feldolgozni a helytörténetet, és egy kis segítséget adni ezzel a módszerhez. A másik pedig a könyvkészítésének a módszereiről, illetve a könyvkészítés titkairól is szó lesz, hiszen itt nagyon sok ismerősen van, akik rengeteg könyvet készítettek, de ez műfajilag egy kicsit más. Tehát ebbe egy kis segítséget, ötletet adni, hogy hogyan is kell hozzáfogni, hogyan kell megcsinálni, és hát milyen nehézségekkel és buktatókkal találkozik a szerkesztő menet közben. A Völgységmúzeum egy mozgalmas időszakot zárt a közelmúltban. A múzeumok őszi fesztiváljának számos rendezvénye vonzotta a régmúlt idők iránt érdeklődőket. Ez egy úgymond egy kis fesztivál, ami természetesen most már évek óta van, ez a Múzeumok Éjszakájával együtt a mi kis fesztiválunk. Ez mindig attól függ, hogy mennyi pénz van rá. Tehát egy fesztivált lehet miniben megvalósítani, és lehet, hogyha van rá sok pénz, akkor fesztivállá szélesíteni. Idén nem volt pályázat erre, tehát kevés forrás volt, így egy kis mini fesztiválunk volt. Nem is mindig a szakmai tartalma az, ami esetleg a bonyhádiakat arra készíti, hogy tömegesebben megmozduljanak, hanem inkább vagy egy szenzációs elem van benne, vagy egy kicsit populárisabb irányba nyitottuk. Szőcs Zoltán megítélése szerint az idei rendezvénysorozatnak két kiemelkedő eseménye volt. Az egyik a Tolna megyei nemzetőrség történetét bemutató időszaki tárlat,
míg a másik a Percelek életét bemutató városi séta, ahol a Percelek városának emlékhelyeit látogathatták meg az érdeklődők. A Völcségmúzeum igazgatója reményét fejtette ki, hogy a Szekszárd könyv elemei, melyek országos jelentőségű történeteket mesélnek el, felkelti a bonyhádiak érdeklődését is. És a szakma számára pedig minta arra, hogyan lehet megmutatni egy város történetét egy kimagaslóan jó monográfia keretein belül. És végül jöjjön egy kis sport. A mérkőzés egészében a bonyhádiakat két ponttal megelőző vendég tolnaiak akarata érvényesült. A kékek a pálya középső harmadában agresszíven letámadták a labdát járató, egyébként azt többet birtokló pirosmezes játékosokat, a megszerzett labdákból pedig villámgyors, két-három előrepaszból álló kontrákat vezettek, amelyeknek jelentős részéből góllal kecsegtető veszélyes helyzet alakult ki. Ebből kétszer is bevették a bonyhádiak kapuját az élen álló vendégek az első félidőben, így 2-0 volt a tolna javára ekkor. Annak ellenére, hogy a második félidőben sem változott a játékképe alapvetően, viszonylag korán gólt tudott lőni a Bonyhád VLC. Egy sokadik baloldali támadásnál a bal összekötő helyén érkező Genzler Kornélhoz került a labda, aki egy pattanás után lőtt, a labda egy védőn megpattanva, Bildheber kapust is megtréfálva, a kapu bal sarkában kötött ki 2-1. Hajrá, Bonyhád! Az optimizmus, a szurkolói, már ami az egyenlítést a fordítást illeti, kincstárinak bizonyult. A sokszor gólveszélyes újabb tolnai akciók egyike megpecsételte végleg a Bonyhád sorsát ezen a meccsen. Pál Ahilles egy labdaszerzés után lefutott két védőt is, majd az őt kísérő, neki lehelyezkedő, már eleve nagy gólhelyzetben levő Szili Istvánhoz játszott, akinek szinte gyerekjáték volt a kapuba jutatni a labdát. Parád és csatár teljesítmény volt az övé ezen a meccsen, mindhárom tolnai gólt ugyanis ő szerezte. A vesztes bonyhádiak nem kis bánatára. Azt szokták mondani, hogy az okosabbak, mint én, az okos edzők, nyilván van belőle sok az országban, hogy mindig annyit tudsz játszani, amit az ellenfél enged. Hát úgy látszik, hogy az ellenfelek most az utóbbi egy hétben belőlünk jól felkészültek, tudják, hogy mik azok a pontok, amik nekünk kardinálisak az előrefele játékunkban, úgyhogy nem tudom, vannak ilyen szituációk, most az utóbbi két mérkőzésen a támadójátékunk akadozott, biztos ez dicséri az ellenfeleket is, hiszen más egy alacsonyabb rangsorolt ellenfél ellen játszani, mint a közvetlen riválisainkkal szemben. Ez a tolna, ez egy jó csapat, jól küzdöttek, tették a dolgukat, én azt gondolom, hogy még megérdemelten is nyertek, ezúton gratulálunk nekik. Én azt gondolom, hogy nem ez ettől a meccstől dől el a bajnokság. Most kétszer kikaptunk, fájó, hogy két riválistól szenvedtünk vereséget, de hát a foci az ilyen, tehát mindig nem tudunk nyerni. Ezek a szép feladatok, innen kell fölállni, mindig kell valami pozitívumot keresni az ilyen vereségekben, és mondjuk a maiba sokat nem tudunk keresni egyébként, mert ebből nem lehet, de van még vissza az őszi szezonból, illetve az őszi körből 3 forduló, nyilván azt meg szeretnénk nyerni, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Az ismét lista vezetővé előlépett tolna, az őt szorosan követő Tamási és a Bonyhád egymás elleni meccsei egészen jövő május végig kiemelt jelentőséggel bírnak a bajnoki címért folytatott harcban a megyei első osztályban. Erre mondják, nem 3, hanem 6 pontos meccsek lesznek ezek. Ennyi volt mára, a Bonyhádi Napló, tartsanak velünk legközelebb is. Kollégáim és magam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!